a bevásárlóközösség működésében lévő jó példák, a fogyasztás fenntarthatóságát segítő működési rendszer, valamint nem utolsó sorban a dombóvári kistérségben rejlő lehetőségek is górcső alá kerültek a rövid ellátási lánc, azaz röviden REL rendezvényén. Ez tulajdonképpen egy új értékesítési csatornát nyit a helyi termelőknek arra vonatkozóan, hogy eljutassák a terméküket a fogyasztókhoz. Ugye jelenleg a kistermelőknek két értékesítési lehetőségük van, vagy kiviszik a piacra a terméküket, vagy közvetlenül elviszik a vásárlóhoz, de ebben nagyon sok időt veszítenek, amit a termőmunkára tudnának fordítani, ezért mi létrehozunk egy olyan felületet, ahol a termelők fel tudják rakni a általuk megtermelt termékeket, árral, névvel, és a másik oldalon pedig a vásárlók be tudnak jelentkezni ezekre a termékekre, tehát egy honlapon összehozzuk őket, és a termelők be tudják hozni egy központi bázisra a terméket, ott mi dobozokba kirakjuk a vevők által megvásároltat, és oda a vevő bejön érte, és el tudja vinni azt a termékkört, amit ő kiválasztott és megvásárolt. A helyi termékek előállítása, értékesítése egyre jobban felértékelődik. Számos tényező segíti is ebben a gazdákat. Korábban is jelentős volt, aztán ugye most volt egy olyan néhány tíz év, amikor mindenki azt gondolta, hogy legegyszerűbb egy nagy bevásárlóközpontba bemenni és megvenni ezeket a termékeket, de ugye nagyon sok minden abba az irányba halt, hogy itt a helyi termékeknek az előállítása az egy rendkívül előnyös dolog. Egyrészt ugye a szállítási távolságok nagyon nagyok az egyes termékek vonatkozásában, ahogy itt az előadásban is láthattuk, van, hogy egy hagyma Ausztráliából 15 000 kilométerről érkezik, míg azt itt helyben is elő lehet állítani. Tehát a szállítási költségeknek a lecsökkentése, meg a szállítások mennyiségének a csökkentése mind a kettő nagyon fontos. Ugyanakkor fontos az is, hogy a helyi foglalkoztatást is tudjuk ezzel növelni, helyben tudjuk tartani a pénzforrásokat, tehát hogyha itt vásárol valaki egy helyi termelőtől, akkor az a helyi gazdaságot is tudja erősíteni, tehát számtalan olyan szempont van, ami abban az irányba hat, hogy ezt a lehetőséget erősíteni kell. Ugyanakkor becsatlakozik még egy olyan kormányzati szándék, ahol az öntözésfejlesztést ugye próbálják támogatni, és az öntözésfejlesztéssel ugye előtérbe kerülnek azok a zöldségnövények, amik inkább a humán táplálkozásnak az alapanyagait jelentik. Az előadások megtartására olyan környékbeni és az ország más pontján tevékenykedő szervezeteket kértek fel, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek. Ilyen a nyíregyházi kosár, mely példaként szolgálhat, és ami az indulás alapját jelentheti Dombóváron is. Próbáljuk azokat a pozitív tapasztalatokat felhasználni, amik náluk már jól beváltak. Aztán most éppen egy marketinges előadás zajlik. Ugye fontos az, hogy ebben a tevékenységgel kapcsolatban megismertessük az embereket, a termelőket, fogyasztókat egyaránt, hogy mi is az, amit mi igazából szeretnénk, mik ennek az előnyei, kik hogyan tudnak bekapcsolódni. Ezért fontos a népszerűsítése is ennek a tevékenységnek, tehát erre a két területre fókuszálunk. Az előadásban is elhangzott, hogy ha csak Dombóvár lakosságát veszük figyelembe, ahol naponta azzal számolt itt az előadó, hogy egy 2000 forintnyi összeget költünk élelmiszerre fejenként, akkor a 18 000-es város egy 13 milliárdos élelmiszerpiacot jelent a dombóvári vonatkozásban. A cél, hogy a lakosságot arra ösztönözzék, hogy a helyi termékek megvásárlását részesítsék előnyben. Ott tartunk, hogy ennek a háttér bázisát létrehoztuk, tehát megvan az a helyszín, ahol az árucsere le tud bonyolódni, megvásároltuk az ehhez szükséges polcokat, ládákat, asztalokat, székeket, megvásároltuk a működéshez szükséges szoftvert, rakodógépeket, targoncákat, stb. Tehát elindult már ez a folyamat, hogy a működésnek a feltételeit kellőképpen előkészítsük. Az őszi időszakban már az árucsere folyamata is elindulhat Dombóváron.